Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen a megjelent testületi tagokat, jegyzőasszonyt és a Szent Gyák útra ért alapítvány munkatársát. A napirendi pontok és a hozzátartozó anyag kiment, de még mielőtt ezt megszavaznánk, megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mindenki épp és egészséges. Tehát nem változtatunk a napirendi pontokon. Kérem, hogy aki egyetért a mai ülésre kiadott napirendi pontokkal, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangú. A leért határidei határozatokról a jelentést megkapta, a testületi tagok. Kérdezem, aki a, vagy kérem, hogy aki a jelentést elfogadja, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Mivel változás nincs, ezért a meghívóval kiment napirend szerint haladunk. Első napirendi pont az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatának módosítása. A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezem az elnök asszonyt, hogy milyen végső tanulságot vontak le a módosításokban. A pénzügyi előadó a bizottsági ülésen részletesen tájékoztatást adott arról, hogy a változtatások miért szükségesek. Ezek részben önkormányzati döntések alapján születtek, másrészt olyan költségvetési változtatások, amik külső emelése, csökkentése adtak, külső forrásból származó emelése, csökkentése adtak okot, illetve adminisztratív lépésekre is szükség volt. Emiatt kellett az előirányzat módosítást végrehajtani, ugyanis amikor a költségvetésről tárgyaltunk, akkor az egyes szakfeladatoknak a költségeiről úgy döntöttünk, hogy amikor az ténylegessé válik, akkor fogjuk nevesíteni a meghatározott összegeket. És az bizottsági ülésen az önkormányzat költségvetését 473.032.000 forint bevétellel és ugyanennyi kiadással a bizottság elfogadása javasolja. Köszönöm. Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valójában, vagy hozzáfűzni valójában? Annyit azért tájékoztatásként elmondok, hogy az iparűzési adó bevételünk a tervezethez képest úgy tűnik, hogy egy 4-5 millióval lesz kevesebb. Azt megnyugtatásként mondom, hogy nem fogja befolyásolni az önkormányzat gazdálkodását, tehát nem fogjuk megérezni, hogy ez a kiesés megtörténik. Ugye az eddigi évek során létrehozott korszerűsítések, változtatások, azon kívül ugye a pályázatú lehetőségekkel való élés, valamint az a takarékos gazdálkodás, ami eddig is jellemző volt az önkormányzatra. Akkor kérem, hogy aki elfogadja a 2016. évi költségvetési előirányzati módosítást, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangú. És akkor a költségvetési rendeletünket módosítani kell. Kérem majd, hogy aki az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet második paragrafus első bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezést elfogadja, mégpedig azt, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetését 473.032.000 forint bevétellel és 473.032.000 forint kiadással állapítja meg, aki ezt elfogadja, kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangot.
ezzel az első napirendi pont végére értünk. A második napirendi pont, ez sokunkat nem érdekel már, de azért tárgyaljuk a házasságkötés és egyéb családi esemény bonyolításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Erőterjesztő jegyzőasszony, kérem, hogy tájékoztasson bennünket, hogy mit tartalmaz. Itt végül is a rendelet módosítása vagy felülvizsgálata azért vált szükségessé, mert élettársi kapcsolat is bent volt, illetőleg névadó rendezvénye, és mivel élettársi kapcsolat létesítése esetén, tehát az nem működik Ötvengálon, meg névadó sem szokott már lenni, illetőleg törvényi felhatalmazásunk nincsen arra, hogy helyi önkormányzati rendeletben rendelkezzünk erről, így a rendeletet felül kellett vizsgálni, és egy új rendelet megalkotását javaslom a testületnek, ami csak kimondottan házasságkötésre vonatkozóan állapítana meg szabályokat. A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezem az elnök asszonyt, hogy... A bizottság elfogadása javasolja a változtatást, a múlt testületülésen is a fő pontokat megbeszéltük és jóvá hagytuk, ezek új változtatások és támogatjuk. Köszönöm, kérdezem, hogy van esetleg valakinek hozzáfűzni valójában, kiegészíteni valójában. Amennyiben nincs, ugye tájékoztatásként csak annyit, hogy amennyiben nem a hivatali időn belül történik ez az esemény, akkor ennek olyan következménye van, hogy térítési díjat kell fizetni a bizonyos szolgáltatásokért, valamint hogyha külső helyszínen történik a házasságkötés, tehát nem a polgármesteri hivatal helységébe, akkor azt 50 ezer forint ellenében lehet kérni. Itt nem térek ki azokra a részletekre, hogy a helyszínre való szállítás és a visszaszállítás is a házasulandó feleket érinti. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzatnak a házasságkötés és egyéb családi esemény bonyolításáról szóló önkormányzati rendeletet, azt kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú. Következő napirendi pontunk, szervezeti és működési szabályzat módosítása. Kérem a jegyzőasszonyt, hogy mondja, hogy mely pontokat kellett módosítani. Az 1-es és a 2-es számú melléklet elhagyását javasolom a rendeletből, mivel a kézdi szentléleki testvértelepüléssel kötött megállapodás tartalmazza az 1-es számú melléklet, a 2-es számú melléklet pedig a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, mivel ezek nem szerves részei az önkormányzat működési szabályzatának, ezért nem indokolt, hogy a mellékletként szerepeljenek a szervezeti és működési szabályzatban. A harmadik módosítási javaslat pedig az, hogy a közmeghallgatásnak része volt korábban a költségvetési koncepcióról való tájékoztatás, de mivel nincsen már költségvetési koncepció készítése az önkormányzatnak, így értelmét vesztette ez a rendelkezés, tehát ezt is ki kell venni a működési szabályzatból. Ez a három módosítás lenne. Köszönöm. A bizottság tárgyalta az erőterjesztést. Kérem az elnök asszonyt, hogy tájékoztasson minket az ott elhangzottak. A bizottsági ülésen mindhárom változtatást elfogadásra javasoljuk, csak egy mondatot szeretnék még hozzáfűzni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezek a mellékletek megszűnnének, tehát megmaradnak ezek az együttműködési megállapodások, csak nem az SMS-nek a részeként. Köszönöm a kiegészítést. Kérdezem, hogy van-e esetleg valakinek még kiegészíteni való, vagy hozzáfűzni valója, amennyiben nincs. Akkor tisztelettel kérem a testületi tagokat, hogy aki elfogadja a Szent Rákosi Önkormányzat képviselő testületének szervezeti és működési szabályzatát, az
elég belhangzott három módosítással, azt kérem kézfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egy megint. Következő napi rendi pont a köztisztviselők illetmény kiegészítése. De több, mint az előterjesztésből kiderült, több önkormányzat élt már eddig ezzel a lehetőséggel. A 2017-től kezdve valamennyi érintett dolgozóra szeretnénk ezt kiterjeszteni, ezt az illetmény kiegészítést, valamint az ez évben, 2016 évben, mivel nem kapták meg ezt az illetmény kiegészítést, ezért van egy javaslat az előterjesztésben, hogy az érintett dolgozók számára 1 000 000 forint összegi keretet határozza meg a testület. A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérem az elnök asszonyt, hogy mondja el az állásfoglalásokat. A bizottsági ülésen hátulról kezdem, az idei évre jutalmazás céljára kért keretet a bizottság támogatása javasolja. Az illetmény kiegészítéssel kapcsolatban pedig az a kérésünk, hogy a gazdasági előadó számolja ki, hogy többféle változtatási lehetőség van, hogy melyik milyen költségvonzattal jár, és akkor a következő testületi ülésen szeretne a testület dönteni erről a részéről. Jó. Köszönöm, kérdezem, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban valamilyen kérdésem, vagy kiegészíteni valója. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja a bizottság ajánlását, azt tízfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú. Következő napirendi pontunk, gödörfejlesztési terv véleményezése. Ugye ez a Bakony-Karszttal kötött együttműködési megállapodás, vagy szolgáltatási megállapodás, aminek a része ez a gödörfejlesztési terv, ami a közvetlen következő éveket, meg középtávú és hosszú távú fejlesztési tervek is vannak benne. Hát sok kétség fogalmazódott meg, kérem az elnök asszonyt, hogy mondja, hogy milyen állásfoglalásra jutottak. A bizottsági ülésen a gördülfejlesztési tervvel kapcsolatosan az volt a vélemény, hogy ugyanezek, tehát nem tudjuk mi azt itt, hogy ezekre a fejlesztésekre milyen, mikor és milyen mértékben van szükség. Nagyon nagy összegek szerepelnek itt ebben az előterjesztésben, és ugye a korábbi testületi üléseken már azt is tapasztaltuk, hogy tulajdonképpen olyan beruházásoknak a költsége az a Szentgáli önkormányzatnak a amit korábban megcsináltak, az a Szentgáli önkormányzat felé, mint tartozásként jelenik meg, és az volt a bizottság véleménye, hogy azokat a fejlesztési pontokat, ahol a költségekért 100%-ban Szentgál község önkormányzata a felelős, anélkül, hogy ha ezek tényleg szükségesség válnak, anélkül, hogy ezt újra az adott évben ne egyeztetnék az önkormányzattal, ne kerülhessen sor, mert több milliós nagyságrendű költségek ezek, illetve amennyiben lehetséges ezt a, hogy ki a felelős, tehát a beruházás költségeinek viseléséről, szóval kinek kell kifizetni ezeket az összegeket, azt módosítassuk, amennyire csak lehet, hogy azokból a forrásokból oldjuk ezt meg, amivel nem növeljük az önkormányzatnak a víziközmű felé az adósság állományát. Nem tudom pontosan, majd polgármester úr elmondja, hogy mik ezek a lehetséges források, mert ezt nem írtam föl magamnak. És úgy, tehát ezzel a kiegészítéssel javasoljuk elfogadásra. Köszönöm.
kérdezem, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészíteni valami valakinek, vagy hozzáfűzni valamit. Akkor én megerősítem az elnökasszony által elmondottakat. Hát nem változtatunk, mert nem tudjuk felmérni annak a fontosságát, amit itt a gördülőfejlesztési tervbe leírtak a Bakonykar szakemberei, de az volt a bizottságnak az állásfoglalása, hogy az önkormányzat pénzeszközeit ez ne érintse, tehát úgy fogadja el az önkormányzat, hogy vagy a víziközmű szolgáltató állja ezeket a beruházásokat, vagy ezeknek a beruházásoknak az összegét. Ugye, hogyha a saját forrása nincs erre, akkor természetesen az amortizáción keletkezett forrást felhasználhatja, az átadott pénzeszköz, vagy a vagyonkezelési díjat felhasználhatja ezekre, vagy a szolgáltatói hozzájárulást felhasználhatja ezekre a fejlesztésekre. Amennyiben ezek nem elegendőek, utána fogjuk kérni a Bakonykarszot, hogy üljünk le, és tárgyaljuk végig, hogy miért szükséges, és milyen módon kell ebben az önkormányzatnak anyagilag részt venni. Az elmúlt évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy valamilyen módon a saját érdekeinket érvényesíteni kell, és arról beszéltünk, hogy az önkormányzatnak kell kifizetni, akkor az önkormányzat az, aki el fogja dönteni, hogy ki készíti el azt az adott beruházást, természetesen ugyanúgy, mint egyébként, hogy több pályázat közül, vagy több érdeklődő közül fogja kiválasztani a legmegfelelőbbet. Kérdezem, hogy van-e valakinek még kérdésre ezzel együtt. Akkor kérem, hogy aki a Bakonykarsz gördülőfejlesztési tervét ezzel a változtatással elfogadja, amit most elmondtam, az kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzat pályázatának a benyújtása. Hát az idő eljárt felettünk, ugye, és az információink szerint utoljára van erre lehetőségünk, tehát ezt augusztus 31-ig az informatikai rendszeren keresztül el kell iratni a kiíróhoz, valamint a következő nap pedig a papír alapon kell elküldeni. Végülis abban maradtunk, hogy a művelődési ház lesz az, amit megpróbálunk olyan módon fejleszteni, hogy lehetőleg csökkentsük azokat az energiaköltségeket, amik most jelentkeznek, ez akár a fűtés egész rendszerének a korszerűsítése, hát itt nem a kazánról beszélünk, hanem a többi hozzá kapcsolódó dolgokhoz. Az épület szigetelése, amennyire fontos, bizonyos belső változtatások, és egy 7 kilovattos kis erőműnek a felszereltetése, ami egészen biztos, hogy része lesz a pályázatnak. A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezem az elnökasszonyt, hogy mire jutottak. A bizottság támogatja, hogy ez a pályázat elkészüljön. Annyi a módosítás hangzott el, hogy az előttünk lévő árajánlatban a héjazat cseréje szerepel, a fotón pedig úgy láttuk, hogy a falára kerülne egy következő rétegben létezés és cserepezés, hogy ez a része a munkáknak az a tényleges héjazat csere legyen inkább, mert a tető szerkezetnek talán jobb lenne, hogyha így lenne megoldva
tetőnek a rendetétele és egyébként elfogadásra javasoljuk a pályázatban nyújtását. Kérdezem, hogy van-e valakinek még kiegészíteni valója? Ugye a jegyzőasszony kérte, mert nem tartalmaz az ajánlat a közbeszerzési eljárásnak a költségei legyenek benne, és természetesen, amit az elnökasszony kért, hogy a tetőhíjazat cseréje valóban megtörténjen, amennyiben ez a költségek ezt megengedik. Akkor kérem, hogy aki elfogadja azt, hogy ezekkel a feltételekkel az önkormányzat beadja ezt a 44 milliós pályázatot, azt kérem, hogy készfeltartásra jöjjön. Köszönöm szépen, Egyhangi. Következő napirendi pontunk a térfigyelő kamerarendszer bővítésére az ajánlatok megvitatása. Az ajánlatokat megkaptátok, ugye az egyik ajánlat az a tervező és kivitelező adta, aki az eddigi kamerarendszert is kiépítette, bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérem az elnökasszonyt, hogy tájékoztasson minket az ott elhangzottakról. A bizottság azt a pályázat, vagy árajánlatot támogatja, aki az eredeti rendszert is létrehozta. Egy kiegészítéssel, hogy a Hunyadi utcai játszótérnél olyan legyen a kamera, tehát ha szükséges, akkor két kamerát szereljenek fel, hogy a játszótérnek mind a két irányában elhelyezett játékokat figyelni tudja ez a rendszer. Ha egy oszlopra, akkor egy oszlopra, ha két oszlopra, két oszlopra, ezt ők tudják, látják jobban, hogy hogyan célszerű, és akkor ennek a költségeivel egészítsük ki a költségvetést, tehát hogy vegyük hozzá, és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm, kérdezem, hogy kinek van ezzel kapcsolatban hozzáfűzni, hogy kiegészíteni. Amennyiben nincs, akkor azzal a kiegészítéssel, amit az elnökasszony mondott, de az áron nem változtatva. Hát versenyhelyzet van, amint bizottságülésen mondtam, talán sikerül kialakítani egy elfogadható kapcsolatot az EU-nal, és itt elég a beszélgetés során arra jutottunk, hogy eléggé nagy költségek vannak az EU-nal kapcsolatban, hogy megpróbáljuk ezt így kompenzálni. Még jobb. Tehát akkor, aki így ezzel a változtatással elfogadja egyébként is a legolcsóbb ajánlatot, akkor azt kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, Egyhangi. Következő napi rendi pont a kézdészetvéleti utazás költségei, hogy egy bizonyos összeget már megállapította a testület. Akkor itt mondom el, hogy az én ismereteim szerint jól sikerült ez a kézdészetvéleti vendég szereplés az ottaniaktól is jó visszajelzéseket kaptam. A kint lévők is azt mondták, hogy nagyon jó hangulatú volt az egész, úgyhogy én örülök neki, hogy ez így sikerült. Ugye, amiről most dönteni kell, az pedig az, hogy megnövekedett a kiutazó létszám az utolsó pillanatokban, ami nem volt testületülés, és 147 ezer forinttal ki kell egészítenie az önkormányzatnak az autóbusz költségeit. Kérem, hogy aki... Ja? A bizottság tárgyalta a kérelmet. Kérem az elnök azt mondta, hogy tájékoztasson minket az ott elhangzott.
A bizottság összességében támogatásra javasolja, de a bizottság ülésen elhangzott, hogy a következő években ennek a kiutazásnak a szervezését az önkormányzat tartsa a saját kezében, mert így félreértéseket lehet esetleg elkerülni, tehát amennyiben ki szeretnénk menni Kézdiszentlélekre, akkor mi szervezzük ezt az utat, és akkor ehhez csatlakozzanak akik saját jó szántukból szeretnének kijönni, illetve akik az ottani rendezvényen tevőlegesen részt vesznek, akár meghívásra, vagy valamilyen módon. És egyébként egy ellen szavazattal elfogadásra javasolja az utazási költségek kiegészítését. Köszönöm. Egyetértve az elnök asszony szájára, ugye majd a bizottság talán meg fogja határozni azokat a feltételeket, hogy mikor és hogy lehet az önkormányzathoz fordulni ezzel a kéréssel is, ugye, mert ez ugyanolyan kérés, mint a civil szervezetek egyéb kérdései, tehát valamilyen kitandó rend kéne, ugye most remélem mindenki végiggondolja a saját maga szempontjából, hogy ki szeretne menni, melyik évbe, hogyan, és akkor a testet is könnyebben fel tud készülni erre a dologra. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban esetleg valakinek véleménye hozzáfűzni valója. Amennyiben nincs, akkor kire vagyok egyetért ahhoz, hogy az autóbusz költségekhez az önkormányzat a hiányzó 147 ezer forintot hozzátegye, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. 6 mellette kérdezem, ki van ellene, 1 pedig ellene. Köszönöm. Következő napirendi pontunk a óvodai felújítások. Akkor kezdem az óvodai járdaépítéssel, mint ahogy tanult kollégám is rámutatott ennek a hiányosságára, hogy akkor most tudjuk, hogy a bejárat és a bejáraton balra és a járdaszakasz az, ami itt felújításra kerül. Az árajánlatokat, ezeket kivételesen láttátok. Annyiban mindenképpen változtatni szeretnék, bármelyik is fog nyerni, hogy a bizonyos munkákat az önkormányzat saját hatáskörébe elvégezteti. Természetesen ez nem a szakmai része, hanem ami alapvetően igazából segédmunkát igényel inkább. Jó, de a bizottság ugye tárgyalta az előterjesztést, kérdem az elnök asszonyt, hogy milyen állásfoglalásra jutottak? Igen, a bizottság a legolcsóbb árajánlatot támogatásra javasolja, azzal a javaslattal egyetértve, a polgármester elmondott, hogy azok a munkák, amik nem szakmunkák, tehát mondjuk a járdának a feltörése, törmelék elszállítása, az saját erővel, mármint az önkormányzat saját verkén belül próbálja meg megoldani, illetve még egy olyan javaslat hangzott el, hogy a járda burkolat az ne szürke színű járda vagy térkőből, hanem van ilyen barnás őszi színű, azzal történjen, illetve akkor a terasznak a burkolása is egy ezzel harmonizáló színben legyen. Terasz és a lépcső megoldása. A bizottsági ülésen ezen felül még felmerült az is, hogy az épület többi részén lévő tulajdonképpen betonszegélynek mondanám inkább azt, ami hogy az épületet körülveszi, hogy erről is egy későbbi testületi ülésre készüljön javaslat, hogy akkor tényleg most már rendbe téve az óvodánkat, ez a rész is megoldott legyen. A csapadék víz ugye a fal mellé gyűlik össze, vagy nem folyik el, és ezért a falak hátulról vizesedhetnek, és ennek a megoldása egy ilyen beton szegélynek az elkészítése lenne, illetve az udvaron van még egy
ilyen betonplac, ahol a gyerekek jó időben szerepelni szoktak, vagy egyéb rendezvényeken használják, akár bábszínházi előadásokra, hogy annak a felújítása is akkor abba az ütembe kerüljön bele. És jelenleg itt pedig elfogadásra javasoljuk a legolcsóbb árajánlatot. Köszönöm, kérdezem, hogy a napirendi pont ezen részével kapcsolatban van-e valakinek hozzáfűzni valamit? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadja el a testület, azzal a kiegészítéssel, hogy ezt a 98.700 forintot, amiről az elnökasszony is beszélt, ami nem igényel kifejezetten szakmunkát, mondjuk a szállításnál azért azt mondom, hogy az valamennyire szakmunkát igényel, csak mi is meg tudjuk oldani adott esetben ennél jóval olcsóbban, tehát aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja, hogy 98.700 forintra csökkentsük az ajánlatot, és így el tudja fogadni, ez készfeltartással jelző. Köszönöm egyhangul. Következő napirendi pont az óvodai árnyékolónak a kialakítása. Nagyon változatos az időjárás, és vannak olyan emberek, gyerekek között, meg talán még több, akik érzékenyebbek a napsütésre, vagy szerintem ez valós problémára adhat esetleg megoldást. A bizottság tárgyalta a kérelmet, kérem az elnökasszonyt, hogy tájékoztasson bennünket. Hát a homokozó és annak felújításainak és annak árnyékolása a beérkezett árajánlatok közül is a legolcsóbb támogatásra javasolja a bizottság. Jó, köszönöm. Akkor kérem, hogy aki az óvodai árnyékoló közül a bizottság által javasoltat fogadja el, az készfeltartására. Köszönöm egy hangot. Ugyancsak ezen körbe tartozik a 25 főre nyitott öltözőszekrénynek a készítése, a zárójánlatok a festületi tagoknál voltak. Kérdezem az elnökasszonyt, hogy melyiket választották? Itt is a legolcsóbb árajánlatot most javasoljuk elfogadásra, hozzátéve azt, hogy attól, hogy ez a legolcsóbb minőségében bízhatunk, mert Szemgáli jól ismert vállalkozó az, aki ebben... Hát találkoztunk már a munkájával, na, tehát nem azért a legolcsóbbat választjuk, mert hogy az a legolcsóbb, hanem biztosak vagyunk abban, hogy ez minőségi munka lesz a végén. Vagy legalábbis nagyon reménykedhetünk abban, ha nem is lehetünk biztos. Egyébként is abban reménykedünk, hogy a vállalkozók együttműködni szeretnének az önkormányzata, és nem meggazdagodni. Természetesen mi is azt veszünk elsődleges szempontnak, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, akkor szentelni vagy szentelni kötődés vállalkozóval dolgoztassunk. Kérem, hogy aki elfogadja a bizottság javaslatát, az készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen egyhangot. Most kérem a testeti tagok segítségét, de ugye lassan közeledünk az utolsó napirendi ponthoz. A 10. napirendi pontunk ez a gépi főmunka és patkarendezéssel kapcsolatos árajánlat, amiről dönteni kell a testületnek. Az árajánlatokat megkapták a testületi tagok. Kérdezem az elnökasszonyt, hogy melyik árajánlatot fogadták el. Itt is a legolcsóbbat javasolja a bizottság elfogadása. Köszönöm. Egyetlen egy dolgot még hozzátennék ehhez, hogyha a testület is ezt a vállalkozót fogja elfogadni, hogy egy olyan vállalkozóról van itt szó, aki
feltétel nélkül segít a mi problémáink megoldásával gyorsan és hatatosan tud segíteni, mint ahogy ennek már tanúbizonságát adta. Kérem, hogy aki a bizottság ajánlását elfogadja, hogy a legolcsóbb árajánlatot fogadjuk el, az készletartással jelezze. Köszönöm szépen, egy hangi. Következő napirendi pontunk, másfajta sorrendbe fogunk menni, mint ahogy a bizottsági ülésen. Kérem, hogy aki van egy lakással kapcsolatos kérelem, a bizottság tárgyalta, kérdezem, hogy milyen állásfoglalásra jutott. Az egyik szolgálati lakásról van szó, amit a továbbiakban az eddigi bérlő még egy évig szeretne használni. A településen a jogviszonya megszűnt. A bizottsági ülés azt javasolja, hogy akkor a másik díszavás szerint, de engedélyezzük a bérlakásnak az igénybevételét még egy évig. Így van, de ugye a szerződésbe azt írtuk bele, hogy amennyiben a felújítási munkálatok megkezdődnek, akkor azonnal el kell hagyni, tehát ez ugyanúgy megmarad, tehát ez az egy évvel meghosszabbítás, ez nem oldja fel ezt a két éjjémot, hogy azt ugye megkívánjuk szüntetni, mint szolgálati lakások, és más funkciót szeretnék adni az épületnek. Kérem, hogy aki ezekkel a feltételekkel támogatja a kérelmet, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egy hangú. A Fűszfal utcából érkezett egy kérelem. A bizottság tárgyalta. A bizottsági ülésen a kérelemből tulajdonképpen nem vált egészen tisztává, hogy pontosan milyen segítséget kér tőlünk a kérelmező, ezért két testületi tagunkat megkértük, hogy hármat mutatja az egyikük, hogy négyet. Jó. Tehát a lényeg az, hogy menjünk ki, nézzük meg, hogy milyen problémák vannak, és mi az, amiben az önkormányzat ezeknek az elhárításában segíteni tud. Elsősorban vízelvezetési problémára hivatkozott a kérelmező, illetve hogy ugye a Hűszfa utcának a szélén van ez az ingatlan, és ott a por neki gondot okoz. Több, igen, hát a por, igen, meg a járda, amit kifogásol, hogy ezeket a problémákat nézzük meg, és döntsünk akkor róla, hogy miben tudunk ez ügyben segíteni. Köszönöm. Annyi kiegészítést teszek, amit nem tettem meg a bizottsági ülésen, hogy tavaly már döntöttünk arról, hogy azt a területet fásítani fogjuk, tehát legalább egy fa és egy bokorsort odája fogunk helyezni, hogy a településnek azon része is védve legyen. Pont az alapján is, ugye, mert többen úgy építkeztek oda, hogy úgy gondolták, hogy tovább fog folytatódni az építkezés, nem ők lesznek a szélső, ez az egyik. A másik az, hogy folyamatosan gondot jelent az, hogy onnan arra az oldalról befújja a havata településre a szél, tehát hátra tudunk valami megoldást. Tehát ez a valamennyire a kérelmező komfortérzetét talán javítani fogja, mert hogy mivel tavaly már döntöttünk róla, és nem sikerült ezt megtenni, én mondom, hogy ez teljesen természetes, hogy idén annak eleget fogunk tenni, és még azokon a köztereken, ahol úgy látjuk, hogy szükséges fásítani, azt megtesszük. És én tisztelettel kérem valamennyi választott képviselőket, hogy menjen ki, nézze meg, akár együtt is kimehetünk. Ugye van egy ott a József Attila utcában egy játszótérrel kapcsolatos elképzelés. Gondolkodni kéne és talán dönteni kéne rövidesen abban, hogy azt az átkötő utcakaszt hogyan oldjuk meg
Itt a közvilágítás az, ami, ami ja, számunkra gondot okoz, nem csak az az út, hanem az átkötő út, ugye a József Attila és a Fűszfa utca között, valamint az Óda utca és a Fűszfa utca között sincs világítás, de az a két kimaradt telek, amiből majd játszótér lesz, ott sincs világítás. Tehát ott is sötétbe kell átmenni. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha nem is ebbe az évben, de azért a következő évben már úgy tudnánk tervezni, hogy ezeket a problémákat is valamilyen módon orvosoljuk. És akkor kérdezem, hogy kiért egyet azzal, hogy mindannyian menjünk ki, és nézzük meg, hogy lehet ott megoldást találni. Ugye ott a József Attila utca vége is gondot okoz, mint ahogy beszéltünk róla, hogy volt olyan időszak, amikor minden teleknek a vége az vízbe állt. Tehát valamilyen módon ott lépnünk kell, vagy megoldást kell találni, vagy hogyha mi nem tudunk, akkor keresünk. Azért kellettem. Jó, akkor aki egyetért azzal, hogy a testületét adok ki, menjenek. Vissza utcában is megnézzék, én meg természetesen kivegyek. Azt kérem kézfeltartása jelent. Köszönöm szépen. Érkezett az iskolától egy kérelem. Kérdezem az elnök asszonyt, hogy támogatása alkalmasnak találja, vagy sem a bizottság. Igen, függönyvásárláshoz kért az iskola támogatást, és a iskolaépítési számla terhére támogatásra javasolja a bizottság. Köszönöm. Kérdezem, hogy aki elfogadja a bizottság, vagy kérem, hogy aki elfogadja a bizottság, ajánlását az kézbeakartással jelezze. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy volt-e esetleg még valamilyen kérelem az utakon kívül? A ingatlan eladási módosítás, határidő módosítás. Úgy van. Eladtuk a Jókai utcai önkormányzati lakás, és annak a fizetési határideje lejárna, de technikai okok miatt ez nem valósul meg, ezért egy hónappal kitolnánk ezt az időt, a bizottság tárgyalta a kérelmet. Kérem az elnök asszonyt, hogy tájékoztasson. És a bizottság támogatja a módosítást. Köszönöm, akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy egy hónappal később valósuljon meg ez a tényleges adásvételért, és az készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Akkor én... Mondjad? Mert csapadékhizés is. Ez az inkhoz tartozik. Ott egy kutyac van. Igen. Ja. Azok egy. De az nem úgy. Jó. Igen, a Nyíregyházi lakótelepben a... Első hát utca. A, tulajdonképpen az az utca, amelyik megy a Nyíregyházi lakótelepre, ugye a gyógyszertár mellett, és valóban, ahogy az elnök asszony segít rajtam, hogy az első utca, ugye ott a csapadékvízelvezetés gondot jelent. Az ominózus padhelyzetet úgy tűnik, hogy az elkövetkezendő héten sikerül megoldani, közösen az ott lakókkal, hogy az önkormányzat biztosítja az átereszeket és az egyéb anyagot, míg az árok profiljának a kialakítását, az pedig az ott lakó vállalta. Valamint ugye kérelem érkezett az első utca szinte utolsó házától, hogy a nála nem megoldott a csapadék vízelvezetés. Több alkalommal jelezték már az önkormányzat felé, hogy ez problémája. Ugye a megoldás az, hogy az utcának a
a bejáratától kezdjük a zárók kialakítását. Ráadásul nem azon az oldalon folyik a víz, hanem a mi elképzeléseink szerint ugye az út alatt átmegy és a másik oldalon folyik, tehát ezért is az, hogyha onnan kezdjük. És ez több szakembert is igénybe kell venni, még pedig olyan szakembert, aki meg be tudja mérni, tehát be tudja szintezni, hogy hogyan folyik le, mert a legnagyobb probléma az volt, hogy az utolsó háztól nem folyt le a víz, hiába volt árok, tehát akkor kezdjük alulról beszintesztetjük, és akkor a megoldást is meg fogjuk találni, hogyha pillanatnyilag nem lehetséges a megoldás, akkor miért lejegyzik az által ezt, ami az út alatt átmegy, és akkor meg tudjuk oldani. A bizottság tárgyalta, kérdezem, hogy mire jutottam. Hát az előbb elmondott javaslattal egyetértettünk, és akkor így próbáljuk meg megoldani ezt a problémát. Illetve volt még itt ebben a csomagban kettő olyan kérelem, az egyik egy járda a Vörösmarty utcában. Ezt még majd tárgyaljuk. Ja, jó, bocsánat, mert mondtad, hogy a Murvás részen volt-e kívül, azon kívül volt-e még? Ahogy a Murva igényeken kívül volt-e még? Kérem az elnök azt mondta, hogy figyelmeztessem majd, amikor a végére jutottam, hogy hát, ha kihagyok valamit, hajlandó vagyok rá. De most azt kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a nyírövet lakótelep első utcájának a csapadékvizelvezetés egy pillanatnyilag így oldjuk meg, az kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangú. A Murvát kértek a Táncsics utca egyik közébe. Elmaradt ugye pont a nyári szezonnak azon idejében, amikor már testületi ülés sem volt, de intézkedni sem tudtam ebbe az ügybe. Én mindenképpen azt támogatom, hogy juttassuk el azt a Murvát oda, és kérjük meg az ott lakókat, hogy teregessék el a saját maguk elképzelése szerint. Bizottság tárgyalta a kérelmet, kérdezem, hogy mire. Támogatja a bizottság ezt a megoldást, szállítási költségek merülnek fel ezzel kapcsolatosan. Jó, köszönöm, aki egyetért azzal, hogy egy terrató művát adok, juttassunk a jöttkörnyéket, kérem készfeltartással jelezve. Köszönöm szépen, egyhangú. Ugye pillanatnyilag az önkormányzatnak a bizonyos kultára nem kerül pénzbe a múlva, csak valóban, ahogy az elnök azt mondta, a szállítási költség. Következő az Alkatér, vagy ismertebb nevén a Herceggyöbb tér. Érkezett írásos megkeresés, és azért hangsúlyozom ki, hogy írásos megkeresés, mert szóban már az otthonok többször jelezték, hogy valamilyen megoldást szeretnének, mert ez az állapot, ami jelenleg van, az nem megoldható. Most úgy tűnik, hogy Martaszfalattal tudjuk orvosolni azt a problémát, ami van. Ugye itt bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy valami útprofilt azért ott adni kell annak, mert ahogy a képviselők máshogy mondták, akkor tehát nem szerencsés az, hogyha rárakjuk a mostani, mert az út fölé kerül. Így, hogyha valamilyen profilt alakítunk ki, azért ott van az oldalában is tartása természetesen. Ezeknél a munkáknál, amik ilyen jellegűek, az önkormányzat a saját hengerét felajánlja azoknak, akik a saját maguk előtt az utat tartósabbá, jobbá szeretnék tenni. A bizottság tárgyalt az előterjeszt, és kérdezem az elnök asszonyt, hogy milyen megállapítás egyébként. Támogatja a bizottság ezt a megoldást is, hogy valóban a
víz, ahogy lemossa a murvát, azt ezzel tudjuk orvosolni. Köszönöm, de itt nem murváról, hanem volt. Igen, ezért mondom, hogy azt, hogy igen, hogy ezzel tudjuk orvosolni azt, hogy ne mossa le a murvát az esővíz, mert nem murvát fogunk oda tenni. Így gondoltam. De tegyünk meg mindent azért, hogy a martaszfaltot sem. Igen, hát az csak nem. Ez megtömörődik, akkor már olyan könnyen nem jön. Ugye a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy két héten belül a martaszfalt az érkezni fog a település, úgyhogy folyamatosan meg fogjuk tenni azokat a dolgokat, amik ezzel kapcsolatban meg kell, akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy martaszfalttal oldjuk meg a Herceggyémet tér 23-24, tehát nagyon sok családot érint ez, tehát azt a problémát, az kész feltartással jelezze. Köszönöm szépen. Következő kérelem a Vörösmarty utca, ismertebb megint kutyaszorító. Ott a járdával kapcsolatban felújítást kértek az ott lakók. Megmondom őszintén, hogy nagyon rossz állapotban vannak ott a járdák, ráadásul a felszíni vízelvezetés sem biztos, hogy megfelelő módon van megoldva, ezért nem fejbólintást, vagy egyetértést, vagy támogatást kérek a testülettől, hanem azt, hogy ide is, hogyha lehetséges, akkor menjünk ki, nézzük meg, hogy milyen megoldások lehetnek. Nem csak ott annál az egy ingatlannál, hanem a környezetébe is. Tehát nem csak a járdáról, és ne is elsősorban a járdáról beszélünk, hanem ugyanekünk mindig és ott is azon a környéken is a csapadékvíz elvezetés gond. Az ott lévő közökbe is nagyon sokan laknak lejjebb, és az alsó utca az meg a Rákóczi, amit érint. A bizottság tárgyalta az ilyen irányú kérdésemet, kérdezem, hogy mire jutottatok. A bizottsági ülésen is ezt támogatjuk, hogy nézzük meg, és egy valami rendszerben próbáljuk megoldani a Vörösmarty utcának a ilyen jellegű problémáit, tehát valami egységesítéssel. Jó. Kérdezem, hogy van ezzel kapcsolatban, mint hozzáfűzni olyan. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy először szemrevételezzük a Vörösmarty utcában lévő járda és csapadékvízelvezetési problémákat, és próbáljunk meg kialakítani valami egységes elfogadható megoldást, ezt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm, Egymondó. A Katolikus Egyháztól érkezett kérés murvára, ugye a Malom utcai katolikus temetőnél is szépen megoldották, megcsinálták a parkoló részt. Jó az együttműködés. Nem is a plébános ura, mert vele mindig jó volt, nem mertünk ellent mondani, de azok a társadalmi munkát vállaló és szervező emberekkel, akik ott dolgoznak korrektül és jól végzik a munkájukat. Tehát ők kértek múlva, de most a Hunyadi utcai temető ilyen parkolói kialakítás és a bejárásnak a megoldásához. Kérdezem, hogy milyen megállapodásra jutottak a bizottság. A bizottság ezt a kérést is támogatásra javasolja. Akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Hunyadi utcai temetőhöz az önkormányzat biztosítsa a kért murva mennyiséget, az készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, hogy hangot. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, kérése. Amennyiben nincs, akkor én megköszönöm mindenkinek a segítségét, és elnézést kérek, hogyha a délután folyamán egy
picit arrogánsabb voltam, mint amilyen megengedhető. És ez együtt megköszönöm mindenkinek a munkáját. Jegyző asszonyát is, a tévénézőknek a figyelmét, az alapítvány munkatársának a munkáját, és kívánok jó munkát, vagy jó pihenést a nézőknek.